A Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztály, valamint a Vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár támogatásával rendezték meg a Budapesten akkreditált véderő, katonai és légügyi attasék éves lőbajnokságát. Ez ugye tradicionális hagyományokon alapul, mivel 1995-ben rendezték meg az elsőt ezen a lőtéren. Annyi kiegészítést tennék, hogy ugye ez rendhagyó, mivel ez az első alkalom, hogy a katonai attasség partnerei is részt vesznek ezen a rendezvényen. Nagyon fontos olyan szempontból, hogy a katonai attasség és partnereik részére egyrészt egy kicsit kiszakadva a hétköznapokból, családias körülmények között itt a lőtérbázison mégis katonai jellegű lőbajnokságot rendezünk, és ezáltal mi pedig a honvédséget reprezentáljuk, illetve a képességeinket. A Püspökszilágyi lőtéren 16 katonai attasé 3 versenyszámban mérte össze a tudását a vándorserlegért. A résztvevők először a Magyar Honvédségnél rendszeresített gépkarabéllyal tüzeltek a 100 méterre kihelyezett célokra, majd pisztollyal lőttek az 50 méteres pályán. Az utolsó versenyszám a gépkarabélyos párbajlövészet volt, ami a legnagyobb kihívást jelentette az attasék számára. Miközben az attasé testület tagjai a lőtéren teljesítettek, partnereik betekintést nyertek a magyar konyha rejtelmeibe, majd túrázni indultak a lőteret környező erdei útvonalakra. A lövészetből az attasé feleségek és az attasé férjek sem maradhattak ki. Ők airsoft fegyverekkel, 20 lőszer felhasználásával tüzeltek a kihelyezett célokra. Mi katonák vagyunk, és egy katonának úgy áll jó, hogy puskával legyen a kezébe és lőjön. Azt tudunk mit csinálni. Szóval ez azért fontos, de nem csak azért. Hát persze, egy kijönni ide a lőtérre, nem az irodába vagy a rutin munkát, az sokkal jobb nekünk, szóval mi élvezük ezeket a dolgokat. Mindig, mikor a többi attasékkel vagyunk, a barátokkal, a magyar barátokkal, én mindig jól érzem, és egy lövőtéren aztán az nekem mindig jó. A 2018-as összesített lövészversenyt Anton Parasutin őrnagy, Oroszország katonai és légügyi attasé titkára nyerte meg, így ő vihette haza az idei évre a vándorserleget.